One Love Reggae Radio. Big up One Love Reggae. I'm here. It's a short one, yeah. Living love. One Love Reggae Radio. One Love Reggae Radio. One Love Radio Station. Good up, best people. Love, love yourselves. Love your family. We're going to take a One Love Reggae. Peace. Talk it out to One Love Reggae TV. One Love Reggae TV. Big up yourself. You listen to One Love Reggae Radio. All right. Big up One Love Reggae Radio, Reggae TV. Big up One Love Reggae Radio, number one. One Love Reggae Radio. Stay firm, stay strong. Life is a journey. Is One Love Reggae Radio? Then One Love Radio, good to go. One Love Radio program. One Love Reggae TV. One Love Reggae Radio. It's TV. Dig it, mommy. Still One Love Reggae. Pick up myself. Ez itt a Van Love Reggae, még mindig 2014 van, itt vagyunk a parknak a backstage-ében. Már-már hazajárunk a parkba, mondhatni, hiszen nagyon szuper koncertek vannak itt. A mai estén a Ladány Bene és a Skafanders van a színpadon, illetve a Skafanders már lejött, a Ladány Bene pedig éppen pakolászik fölfelé, és éppen most haladnak föl. És a Skafanders még ki se fújta magát, még némi izzottság csíkok figyelnek itt a srácokon, de... Hogy vagytok, mi újság veletek? Jól érezzük magunkat nagyon, a végére jó hangulatot sikerült hál' Istennek teremteni, ezért jöttünk, ezt zsebre tettük, úgyhogy Budapestet meghódítottuk ezzel. Eredetileg a Ruszkai előtt játszottatok volna, mi az oka annak, hogy mégse sikerült azt a bulit összehozni? Ez katasztrófa védelem! Igen, szuper vihar volt várható, és emiatt mondták a szervezők, hogy inkább el se induljunk. A Ruszkaja már addigra elindult, de emiatt ők meg tudták csinálni a kis színpadon a bulit, viszont azt mondták, hogy a nagy színpadot nem lehet, egyszerűen túlságosan veszélyes lenne beüzemelni, ez az. Ez legalább korrekt, hogy el se induljatok, tehát ez egy legalább időben szóltak. Nekünk volt már olyan, hogy a város határában derült ki, hogy elmarad a fesztivál. Szóval jó, mi újság veletek? Mit csináltok most? Mert így a koncert alatt elhangzott olyan, hogy új lemez. Hisztek még a lemez fogalmában? Mert most ez mindenkinél nagy dilemma. Úgy nevezzük a gyereket nevén, hogy lemez, de már alapból nem úgy indult ez az egész, ugyanis Debrecentől nem messze Hajdúszoboszlón van egy nagyon kedves ismerősünk, Cézi, akinek a szuper stúdiójában tudunk dolgozni. És itt már elkészült 3 nóta. Ez Cakkon Púder el is készült, ezt a SoundCloud-ra fel is töltöttünk, a honlapunkon keresztül, vagy a Facebookon keresztül mindenki meghallgathatja, és ez a koncepció fog tovább haladni, hogy ilyen 3 számonként folyamatosan gyűjtjük rá a pénzt, ugye, hogy tudjuk folytatni, és akkor szépen 3 számonként csöpögtetjük a kedves nagy érdeműnek az újdonsült Skafanders nótákat. Aztán majd, ha összegyűlik 3 ilyen etap, vagy akár 4, akkor szeretnénk neki egy ilyen kis külcsint varázsolni, de nem ezzel szeretnénk a babérokra törni, mondjuk Kanye West nek a az eladási listáit megdöntögetni, nem ezzel szeretnénk. A múltkori lemezt is mi magunk adtuk oda a Bitumen egyik torrent oldalas srácnak, hogy azonnal töltsen felfele.
Tehát mi nem szeretnénk ebből semmilyen nyerészkedést. Mi pusztán azért csináljuk ezt az egészet, hogy a kedves közönségnek, rajongóknak az orra alá tudjuk dörgölni, hogy ismét eltelt vagy 2-3 év, és megmoccintottuk magunkat, és újból új nótákat vendítünk el. És azért gondoljuk, hogy ez egy lemez, mert mondjuk ezt így úgy írtuk meg, hogy ebben az elmúlt 2 évben megírtuk ezeket a dalokat, amik kész vannak, és ezt így egybe foglaljuk, tehát ez egy lemez. Hát nem vagytok már fiatal zenekar egyébként, és szám szerint hány lemez van eddig mögöttetek? Hát 4, meg egy kicsi. Egy demo. és 11 évet csináljuk, úgy, ha ebből átlagot számolok, akkor 2,5 évente jön valami. De mondjuk az elején, az elején sűrűbb volt egy kicsit, azóta mindenki, hát nekem is már a második gyerek van úton, az egyik már 1,5 éves, úgyhogy mindenkinek lett egy kis olyan plusz el. Plusz melója otthon. Így van, ennem is, meg otthon is, meg úgy az életben is, hogy tudjunk boldogulni, legyen egy kis pénzünk. Tehát, hogy úgy egy, nem azt mondom, hogy háttérbe szorul, de úgy azért mindenkinek egy kicsit több dolga van, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, amikor kb. Csak ezt csináltuk, és mentünk hugyér-szarér bárhova. Most már egy kicsit úgy meg is válogatjuk, hogy nehezebb minket kipöccinteni a helyünkről, de haladunk továbbra is ezen a vonalon. És mi, ahogy hamarosan indul a basszusokkal teli hangzavar, még azért muszáj megkérdeznem, hogy mit terveztek így a nyár folyamán? Mik vannak kilátásban, milyen koncertek vannak lekötve? Na van jó pár fesztivál, ahol fellépünk, ezt a Facebook oldalunkon vagy a honlapunkon megtalálják. Aminek a címe? www.skafanders.hu www.facebook.com/skafanders. Azt hiszem, hogy rátok lehet találni. Hát akkor kellemes nyarat kívánok nektek, mi pedig belenézünk most a Ladány Bene koncertjébe, és utána beszélgetünk egy kicsit velük is. Köszönjük! A téma, Reggae Camp itt van a nyakunkon, és hát a napokban, sőt a Reggae Világ napján hoztátok nyilvánosságra. Ez tudatos volt, hogy a line-upot a Reggae Világ napján hozzátok? Akkor készült el a flyer. Annyira volt tudatos. Na hát, baromi szép névsorral sikerült megörvendeztetni a Masszívot, erről néhány szót légy szíves. Hát komoly hajtás volt ezért, hogy szóval ez egy jó pár kempet megcsináltunk már, és vannak ilyen bizonyos variációk a fejünkben, hogy hogy kellene, hogy volt a legsikeresebb, vagy hogy a leghangsúlyosabb, és valamiért én nekem a 2007-8-as a jelomenes és a Michael Rose-osnak a struktúrája volt az, ami, ahol a vasárnap oda tettük a legnagyobb jamaikai fellépőt, és akkor volt egy ilyen éves, a csúcson zártuk, és valami ilyesmire törekedtem, csak nagyon nehezen állt össze a kép, nagyon sok formációval, zenekarra, promóterrel álltunk kapcsolatba, és olyan nevekkel, hogy azt most én ki sem merem mondani. Talán jobb is. Jobb is.
és nehezen állt össze a kép, megmondom őszintén tényleg, és akkor hamarabb megvoltunk szerdával, meg csütörtökkel, mert csütörtökön ráért, tehát a Johnny Osborne az mindenképpen egy hatalmas dobás, hiszen ő egy ilyen első generációs, egy a legnagyobbak közül való. Zseni! Igen, igen, pontosan. És hát, hogy őt sikerült megcsípni, ebben nagyon nagy hála és köszönet a Nair és önbarátunknak, mert ő azért nagyon sokat ügyködött, hogy ezek összejönnek ezek a dolgok. Na a lényeg az, hogy sikerült fölpupoznunk a vasárnapot is, úgyhogy most az a fajta Reggae Camp lesz, ahol csütörtök, péntek, szombat, vasárnap van nagy színpad, és szerdán bemelegítünk, zenekarokkal, Sound Systemmel, és oda sikerült ráadásul még a Rod Taylort is megnyernünk, úgyhogy egészen oda vagyok, úgyhogy minden napra szinte kerül valami extra csodálatos dolog. Zenekarral jön például Johnny? Nem, de a saját Sound Systemével jön, és a Rod Taylor, a Lone Ranger-rel, Lone Ranger cimbivel, aki szintén egy ilyen elég régi amerikai arc. Oké, hát még a campről érdemes azt tudni, hogy most talán pont így a napokban, sőt, most ma van még, tehát ma olvastam a Facebookotokon, hogy hány helyszín is van most a Reggae Campen, és ugye kibővült egy dubyarddal. Így van. Erről mit lehet tudni? Hát ez pedig egy régóta beszélgetünk a Jafarral, hiszen ezeken a tilos maraton, meg ilyen bulikon már lehetett azért hogy egy-egy buliukat hallani, hogy saját építésű technikán játszanak, ez direkt ilyen regi tölcséres ládákon, és a regire kitalált olyan mélyek, hogy csuda. És a lényeg, hol is tartottunk az előbb, hogy a... Valami lyukakról beszéltük. Hogy ez most elkészül ez a cucc, helyen közel, de ami még hiányzik belőle, az barátoktól össze szedjük és bérbérlik a béreljük, és így összeáll ez a dubyard hangosítás, és egy egészen egyedi és saját struktúrájú programot állított össze a Jafar. Tehát ott ilyen csak bakelitről, és dabok, rúcok, ilyen chillesebb, meditatívabbak, tehát nem ez a döngölös partis dolog, elektronikus zenék, amik azért persze vannak ott, van ott súlykolás is, úgyhogy ezek várhatók a dubyardon. Ez ott lesz legesleg hátul, hát ugye sokan vagyunk kempesek már, a Rust Stage, a Sound System sátor mögötti területet lőjük be ezzel. Tovább lett bővítve? Így van. Úgyhogy egy külön helyszín, egy külön programmal, de ettől párhuzamosan természetesen működik a Rust Stage-en zenekarokkal és Sound Systemekkel, tehát a nagy partizós Sound Systemekkel, Puli Sound, a Goatmate Sound Systemmel, jönnek Szlovákiából, az ő nevüket nehezen ejten ki mindig, de a Tomaszék a Ervizu Sound, és tilos lesz egy nem szól mennezünk, tehát az igazi nagy sütőpartik, amik voltak tavaly is, azok mind-mind ott lesznek, és hát sok zenekar, tehát így végül is minden, ami a Reggae Camp, amitől jó így zeneileg. És miben lesz esetleg fűszeresebb vagy ízesebb az idei ezeken kívül még szerinted? Hát azt gondolom, hogy egyrészt, hogy beszoktunk erre a helyre, és nyugodtabb lesz, tehát hogy most mindenki erre visszavár, vágyokozott erre a helyszínre. Szerintem az nálunk ritka volt, hogy párhuzamosan mehettél egy vagy két vagy három helyszínre, és ez egy érdekessége lesz a dolognak, illetve nem tudom, hogy milyen plusz közönséget vonzunk be ezzel a mondjuk a dubyardnak a programjával. Nagyon érdekel engem, hogy tudjuk megmutatni azt, hogy szerdán is van élet, tehát hogy ne csak ne csak feltétlenül a heti egyeseknek, akik amúgy eljönnek egész hétre, nekik játszunk szerdán, ezt tervezzük megerősíteni. Tehát a fűszerezettsége pedig ez az összes többi azok az egyéb programok, a dancehall tánc, ti is szeretettel ugye ott lesztek a rádióval. Mi is ott leszünk a rádióval, bizony. Bizony, és most már igyekszünk nem a legnagyobb hangosabb helyre tenni a kis faházat nektek. Szóval aki számít, az mindenki ott lesz, úgyhogy van ennek egy állandóság ennek a regikemnek, és ezt mind még szeretnénk úgy letenni. És az időbeosztást mikorra várhatja a közönség, mert folyamatosan jön a megkeresés hozzátok is, hogyha jól vettem észre? Holnap van a kislányom születésnapja, ezután is boldog születésnapot kívánok neki, és megkért, hogy egy kicsit ne dolgozzak, de megpróbálom feltenni még ma éjjel, vagy holnap reggeli órákban azt a fajta bontást, amin naponta látható, hogy ki, mikor és hogyan. Hát mi már baromira várjuk, és köszönjük szépen, hogy megosztottál velünk titkokat, és hát, hogyha minden igaz, akkor ott találkozunk legközelebb. Nagyon-nagyon várjuk, és nagyon jó buli lesz. Ez volt mára a Móka, és most belenézzünk, hogy milyen bulit csaptak a fiúk.
Yeah.